Köszöntöm nézőinket, az Öböl televízió híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket egy-egy mondatban. Érettségi. Hétfőn magyarból, kedden matematikából írtak a végzősök. Színházépítő. Dr. Óvári Ferencre emlékeztek a megyeszékhelyen. Jön a szezon. Felújítási és karbantartási munkák zajlanak a Veselényi strandon. Közigazgatási és igazságügyi miniszter kedden új vezetőt nevezett ki a Balaton-Almádi járás élére. Az új hivatalvezető korábban Balatonfüreden dolgozott, ott a hivatalvezető helyettese volt. A Balaton-Almádi városházán adta át hivatalosan a megyei kormány megbízott dr. Tar Viktória kinevezési dokumentumát, amit a közigazgatási és igazságügyi miniszter írt alá. Dr. Kovács Zoltán elmondta, dr. Szabó Gabriella, aki 4 hónapig vezette a hivatalt, jól végezte a munkáját. A jövőben azonban más feladatot lát majd el. Semmi baj nem volt az Almádi járási hivatal vezetőjével. Szabó Gabriellát szakigazgatási szervezetőnek kértem fel a miniszter úrral együtt, és ő ezt a feladatot látja el május 1-jével, és helyére kerestünk olyan szemét, akinek van vezetői tapasztalata a hatósági munkában jártas, illetve a magát a járás kialakításában részt vett, tehát ismeri ezt a világot. Az új vezető eddig is a Balaton környékén dolgozott, a Füredi járási hivatal vezetőjének helyetteseként. Azt megelőzően a közigazgatásban tevékenykedett, 8 évig volt Hárskút község jegyzője. Székfoglalójában elmondta, az ügyfelek elégedettségének megtartása és növelése a legfontosabb célkitűzése. Szeretném folytatni tulajdonképpen azt, amit Balatonfüreden elkezdtem. Ugyanott helyettesként láttam el a feladatomat, de úgy gondolom, hogy hivatalvezetőként is tulajdonképpen az a leglényegesebb, hogy az ügyfeleket megfelelő színvonalon tudjuk kiszolgálni. Ügyfélcentrikusság, ügyfélközpontúság az, ami a vezérelveim között szerepel. Ez volt a vezérelvem korábban is, tehát Balatonfüreden is, illetve a jegyzői pályám alatt is. Az új vezető zökkenőmentes átmenetet ígért, átszervezésekre nem készül, a járási hivatala már megszokott államigazgatási ügyekben és időpontokban áll a kelet-balatoniak rendelkezésére. Országosan és térségünkben is megkezdődtek az érettségi vizsgák. Pénteken nemzetiségi nyelvből, hétfőn pedig magyarból írtak a végzősök. Az Öveges József Szakképző Iskola és Gimnáziumban több mint 80 diák adott számot tudásáról. Az írásbeli előtti utolsó percek az Öveges iskola gyülekezőjében. Van, aki beszélget, van, aki még néhány fontos információt olvas végig. Akinek szüksége van a feladat megoldás közben a szótárok, kérem, hogy kézzeltartásra jelezze, a felügyelő tanár oda fogja tenni az asztalára. Idén 4 osztályból 81 tanuló kezdte meg a vizsgákat az intézményben. 58-an előrehozott érettségit szeretnének tenni. Többségük azt mondta, jól felkészültek. Tanáraink folyamatosan minden órán felkészítettek minket a szokásos típusfeladatokban, mind matematika, történelem és magyarból. Aki angolból szeretne esetleg emelt szintű érettségit tenni, vagy infóból, azokat pedig külön készítették fel a tanáraink. Milyen típusú kérdéseket vártok most, milyen típusú feladatokat? Hát a szokásos. Az első a szövegértés, ugye magyarból, utána pedig egy elemzést kell választanunk. 3-ból lehet választani, reméljük, hogy sikerül a megfelelőt. Azt kívánom nektek, hogy életetek minden álma és vágya teljesüljön, ettől kezdve, ami most következik. Az eligazítás és névsorolvasás után elindulnak a diákok az elkülönített tantermekbe. Vannak közülük, akik maradnak 5. éven, de többen főiskolára szeretnének menni, ezért fontos nekik a vizsga. Jó pár ember az osztályunkból megy főiskolára, egyetemre, Veszprémi Egyetemre készültem én is, osztálytársam is, és érettségivel igazából azt szeretnénk elérni, hogy felvegyenek valamelyik egyetemre vagy főiskolára minket. Fontos most a felvételihez ez a magyar írásbeli? Igen, egyértelműen fontos, jó lenne, hogyha jó jegyet megírnánk, ezzel pluszpontokat tudunk szerezni. A magyar nyelv és irodalom írásbeli feladat típusai és javítási metódusa nem változott. A többi tantárnál azonban vannak módosítások.
októberben volt először, hogy matematikából 25%-ot kell teljesíteni az elégségeshez. Ez a szabály van most is érvényben, illetve most ebbe a tavaszi és az idei őszi vizsgaidőszakba lehet utoljára előrehozott vizsgát tenni bármilyen választott tárgyból, utána szigorodik ennek a szabálya. A többi szabály az változatlan az elmúlt évekhez. Ahogy az ország 1213 vizsgahelyszínén, úgy Balatonfűzfőn sem zavarta meg semmi a végzősöket. Középszinten összesen több mint 83 ezer vizsgázó, emelt szinten 1805 diák tesz érettségit idén. Dr. Óvári Ferenc születésének 155, halálának 75. évfordulója alkalmából emléknapot tartottak Veszprémben. A 19. és 20. század megyei történelmének meghatározó szereplője múlhatatlan érdemeket szerzett, többek között a színház építésének támogatásával és a balatoni fürdő kultúra terjesztésével. Előadásra gyülekeznek a színház kedvelők Veszprémben. A társulat idén indította útjára 51. évadát. A 155 évvel ezelőtt született dr. Óvári Ferencnek múlhatatlan érdemei vannak abban, hogy most kőszínházban léphetnek fel a művészek. Az építők emléktáblájánál a direktor mondott köszönetet az ügyvéd, felsőházi és városi képviselő munkásságáért. Mindent megtett azért, hogy itt ez az épület álljon, és mi ennyi évvel, évtizeddel az ő alkotása után is dolgozhassunk, színházat csinálhassunk a közösségnek, Veszprémnek, Veszprém városának, a megyének, és szeretnénk megköszönni azt, hogy ennyi színésznek, művésznek, műszaki embernek, gazdasági embernek munkát adott, lehetőséget teremtett arra, hogy alkosson. A megvalósítás körülményeit dr. Hudi József levéltárigazgató ismertette, és kitért Óvári kiemelkedő szerepére. Az 1905-ben dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő elnékletével megalakuló Veszprémi Színpártoló Egyesület érdeme, hogy a színházépítés társadalmi mozgalommá vált, és a mozgalom sikerre vezetett. A megemlékezés szónoka dr. Navracsics Tibor volt. A miniszterelnök helyettes szerint példa lehet a ma élő politikusoknak Óvári Ferenc, hiszen az országos és a helyi közügyekben egyaránt szerepet vállalt, és lenyűgöző a várost és a megyét fejlesztő sokszínű tevékenysége. Munkásságának éppen az adja a kiemelkedő jelentőségét, hogy nem csak mi veszprémiek lehetünk rá büszkék, és nem csak itt őrzi utca a nevét, hanem például Balaton-Almádiban is, de Nagyvázsonyban is ismerik, hiszen az egész térségre kisugárzó tevékenysége volt. Azt is mondhatnám, hogy mint majdnem 100 évvel későbbi utódára Horváth Balázs, aki szintén olyan volt, hogy veszprémi polgár volt, de a térséghez kötődött, a Balatonhoz, a Balaton felvidékhez, hiszen Óvári Ferencnek köszönhetjük azt a vasutat, amelyet sajnos azóta felszámoltak, amely Veszprémet és Balaton-Almádit kötötte össze, vagy itt a színház, de számos olyan a strandfürdő, a fürdőkultúrához kötődő kezdeményezést is, amely mind-mind Óvári Ferenc kezdeményezéséhez köthető, és amely azóta is megmaradt, és azóta is őrzik itt a környező települések lakói. Az ünnepség végén a város és a teátrum nevében megkoszorúzták a színház megvalósítóinak márványtábláját. A Felsőörsi Malomvölgy Általános Iskola továbbra is legyen a Veszprémi Botev iskola tagintézménye, ezt az álláspontot foglalták határozatba a helyi képviselők. A Veszprémi Tankerület ugyanis azt tervezi, hogy a jövőben nem fogadnák a községből érkező felsősöket. A szülőknek Balaton-Almáriba kellene iratni a diákokat. Az ülésen elhangzott. A Veszprémi Tankerület azt tervezi, átadja a Hisztóf Botev iskolához tartozó Malomvölgy tagiskolát az almádi tankerülethez. Így a helyi diákok a Vörösbelény iskolába lennének felső tagozatosok. A tanácskozáson jelenlévő igazgatók szerint a két intézmény szakmailag jól működik együtt, nem szeretnék, ha megszakadna ez a kapcsolat. Az önkormányzat is az együttműködést szorgalmazza. Ebben a pillanatban még nem születtek meg a szülői munkaközösségek, illetve az alkalmazotti közösségeknek a hivatalos álláspontjai, hivatalos nyilatkozatai, de ugye, hogy a mai ülésen is részt vettek olyan szülők, akik érintettek a kérdésben, nagyjából tudjuk, hogy mire számíthatunk, és
mindenképpen az a döntés született, hogy az önkormányzat, a képviselőtestület azt az álláspontot fogja képviselni, amit a szülők szeretnének. Ez valószínű tehát az lesz, hogy maradjon a jelenlegi helyzet, tehát Veszprém felé, hadd vigyük a gyermekeinket a Botev iskolába. Felsőrs még azt a kompromisszumos megoldást találja elfogadhatónak, hogy gazdaságilag az almádi tankerülethez tartozna az intézmény, de a kötelező felvétel megmaradna a Botevben. Az egyeztetéseket még folytatják. Arról is határozat született, hogy a Szociális Intézményfenntartó Társulás szerződésébe kerüljön be a rászorulók étkeztetése. Így a feladatot a szolgáltató végezhetné a jövőben. Felsőrsön egy intézménybe, egy épületbe szeretnénk vinni minden szociális feladatot, így a szociális étkezés feladatát is, ami jelenleg itt az önkormányzat épületébe zajlik, bonyolódik, és az itt dolgozó, egyébként nem profilba vágóan az itt dolgozóknak a leterheltségét növeli, tehát ezt szeretnénk átszervezni a tavaly elkészült gyönyörű új épületbe. Az ülésen tárgyalták és elfogadták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról szóló beszámolót, és megszavazták a közösen fenntartott intézmény költségvetésének teljesüléséről szóló ismertetőt. Nyitás előtti munkálatokat végeznek Balaton-Almádi legnagyobb fürdőhelyén, a Veselényi strandon. A főépületben megtörtént a nyilászárok cseréje, és kívül-belül megújulhat a pénztár. A tervek szerint május közepétől szednének belépőjegyeket. Vöröskő burkolatot kap a főpénztár homlokzata a Veselényi strandon. Megújul a belső bútorzat, az épület pedig új nyilászárókat kapott. A hosszúra nyúlt tél miatt csak késéssel tudták elkezdeni a felkészülést, de nyitásra biztosan végeznek. Minden évben vannak ismétlődő standard feladatok, ugye ezek. Egyrészt a üvesítéssel, fák gondozásával összefüggő, másrészt az épület és a vízrendszer beüzemelésével, nyári szezonra való felkészítésével összefüggő munkák, illetve voltak az idén extra jó kis dolgaink, tudtunk közel 60 fát elültetni, csemetefát, reméljük, hogy a nagy részük alkalma lesz megnyúlni, megerősödni, illetve egy nagyobb munka vált esedékessé, hiszen a két nagy teraszunknak a korlátrendszerét és tetőrendszerét újra kellett csiszolni és lazúrozni, festeni, illetőleg a főépület második ütemben esedékessé vált nyilászáró cseréit hajtottuk, illetve folyamatosan hajtjuk végre. Összeáll lassan a sokak által kedvelt úszóstég is, ami most inkább egy óriás kirakóra emlékeztet. Az idén is a főbejárattal szemben lesz majd lehorgonyozva. A kertészeti munkák nagy részével már elkészültek, a napokban virágokat is ültetnek a tárolókba. A tó vízállása továbbra is magas, de ez nem befolyásolja a nyitást. Örülünk, hogy sok a víz, bár okoz gondot is, hiszen szemetet hozott, sokkal többet vitt el a homokot a part menti homokozó sávból, aminek pótlásáról majd, ha a víz egy kicsit visszahúzódott, valószínű gondoskodnunk lesz szükséges, illetve sokkal több partvédmű melletti szemét kiszedését, eltávolítását eredményezte, de hát elvégeztük, és folyamatosan majd végezzük, ahogy újra munkát ad a magas vízállás. Az északi part egyik legnagyobb területű fürdőhelye a tervek szerint május 15-től lesz üzemszerűen nyitva, azaz onnantól csak belépőjeggyel látogatható. Már évtizedes hagyomány Király Szent Istvánon, hogy a nőnapi köszöntés viszonzásaként májusban a hölgyek ünneplik meg a település férfi lakóit. Az idén is vidám színpadi jelenetekkel, énekes és táncos műsorszámokkal lepték meg a helyi urakat. Igazi bajnoknak érezhették magukat a férfi napra érkezők, egy-egy érmet kapott minden ura bejáratnál. Az év férfia Király Szent István, mindegyikre ez volt írva. Az ünnepelteket a polgármester köszöntötte a színházteremben, méltatta az urak helytállását a mindennapokban, és külön ajándékkal köszöntötte a jelenlévő legidősebb férfit. Idén is változatos műsorral készültek a hölgyek, zenés és prózai darabok váltották egymást. Nincs véget,
más vagyok. Csak nem. Nem kell vele foglalkozni, hogy elmúlik, már elmúlott. Két bohózatot is színpadra állítottak a szervezők. Az első története szerint a háború idején egy képzelt faluban egy férfit nem soroztak be, mondván vigyázzon az otthon maradott hölgyekre, akik bizony jól tartották, és lehet, hogy a közel egyidős gyermekek is tőle származnak. Ha van egyedül, voltam a faluba, fiam! Aztán úgy üres padláskod, lóbó, kolbásszal! Fölfelejtettem valamit a padláson, föl kell menni értem! Jaj, de hogy fiam! Csak azt akarom mondani, ne fussál már olyan szekér után, ami nem vesz fel! Miféle szekér? Mi nem vesz föl? Nagy idegen! Rögtön megyek, mindjárt megyek ilomba! Jaj, hát az aranykulcs mindenütt beleillik! Jaj, apám, mondja már világosan, hogy miről van szó! Na, az egy szóval úgy volt, hogy könnyű volt a mesélményébe tágba vinni, mikor nem volt itt az ura. Csak nem azt akarja mondani, hogy de. Na ne! Ha dehogy nem, szóval egy idősek vagytok körülbelül. Azt a rohadt életbe! Na szóval, lehet, hogy fényes lélek volt. Ezt nem hiszem el. Na, Jancsuki, mi mentem? Gyere, bacsi, nézd már, majdnem leveketem a pendélyemet! Öltözz fel, Ilonka! Na, de az előbb azt ígérted, hogy lehozod a csillagokat az égből. Ha! Az apámmal lehoztál öttem! A csattanó szerint nyugodtan udvarolhatott volna a lányoknak az ifjú, hiszen csak az anya személye biztos. Később ismét a zenéjé és a táncé volt a főszerep. A Grease betét dalában minden korábbi szereplő fellépett. A fináléból pedig kiderült, hogy nem apáccák a helyi hölgyek sem. Hogy tetszett? Nagyon jó volt, nagyon tetszett, melős volt, főleg a vége. Ennyit tudok mondani. Mi a véleménye a rendezvényről, nek hogy tetszett? Nagyon ügyesek voltak a hölgyek, úgy gondolom, hogy méltóképpen megünnepeltek minket férfiakat, úgyhogy mindenképpen köszönettel tartozunk nekik. És akkor a harmadik úriembertől is kérdezzék valamit. Mi férfiak megérdemeltük ezt a műsort, megérdemeljük a férfi napot? Szerintem meg. Egy év egyszer jár. Nagyon jól érezzük magunkat, amikor ők szórakoztatnak bennünket, és nem mi őket. A másik oldalon is megkérdeztem, mi férfiak megérdemeljük a férfi napot? Igen, meg. Megérdemeljük, mi is csináljuk a hölgyeknek márciusban nőnapon a műsort, és ez a műsor nagyon színvonalas volt, nagyon tetszett, úgyhogy gratulálok a magam és a férfi társaim nevében a hölgyeknek a műsorukért. Az urakat a falu legidősebb embere is köszöntötte, majd a hagyományoknak megfelelően vacsorával látták vendégül a jelenlévőket. Az estet mulatság zárta. Most pedig fontosabb híreink következnek, még egyszer röviden. Érettségi. Hétfőn magyarból, kedden matematikából írtak a végzősök. Színházépítő. Dr. Óvári Ferencre emlékeztek a megyeszékhelyen. Jön a szezon. Felújítási és karbantartási munkák zajlanak a Veselényi strandon. Híradónk után balatonalmádi idegenforgalmáról lesz szó, majd gyermeknevelési előadást tekinthetnek meg. Észrevételeiket a képernyőn látható elérhetőségeinkre küldjék. Látogassák meg állandóan frissülő weboldalunkat, itt a korábbi híradóinkat is megnézhetik, és csatlakozzanak Facebookos közösségünkhöz. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!